Hardy Richard, ha tehetné, minden bizonnyal örökre kitörölné életéből az elmúlt szűk egy évet. Jégkorong csapatunk támadója egyszer már felépült a nyirokcsomórákból, tavaly nyáron azonban újra diagnosztizálták nála a halálos kórt. Ricsi elképesztő akaraterőről tanú bizonyságot téve másodszor is felvette a harcot a betegséggel. A legfontosabb kezelések végén pedig azt a hírt kaptuk tőle, hogy jó úton van a teljes gyógyulás felé. Ennek örömére otthonában látogattuk meg a lábadozó játékost, aki arra készült, hogy kameráink előtt mesél hatalmas küzdelméről. Nem tudhatta, hogy barátok és hűséges hokiszurkolók is készülnek meglátogatni, hogy támogatásukról biztosítsák. Kedves nézőink, itt vagyunk a Hardy család otthona előtt, ahol a találkozót beszéltük meg Ricsivel. Ő annyit tud az egész történetről, hogy egy interjút szeretnénk vele készíteni. Mit sem sejt arról, hogy egy meglepetéssel készültünk neki. Lássuk, hogyan reagál majd erre. Ricsi, akit nagyon jó volt egyre erősebben és mosolygósan látni, kendőzetlen őszintességgel beszélt élete legnehezebb, legfájdalmasabb pillanatairól is. Sajnos ugye augusztusban újra diagnosztálták, hogy visszajött a betegségem, és elkezdődött egy kezeléssorozat, ami ugye februárban záródott egy őssejt beültetéssel, vagy transzplantációval, ami tulajdonképpen a életemnek az egyik legnehezebb egy hónapja volt, amíg benn voltam a kórházba. Az úgy épült fent, hogy 4 hetet voltam benne, abból 1 hetet ugye kemoterápiát kaptam, és utána kaptam vissza az őssejtet, ami hála Istennek sikeres volt, és utána csak várni kellett, hogy beépüljön a szervezetembe, és utána jöttem haza, amikor visszaálltak az értékek. De hála Istennek ugye minden rendben volt, és rendben ment, úgyhogy most már napról napra jobban vagyok. Ez volt talán az egyik legrosszabb, ugye, hogy be voltam zárva egy szobába, és csak a nővérekkel tudtam találkozni. Volt egy üvegfal, ahol ugye szeretteim, a barátaim, a családtagok ugye jöttek és láthattak, de hát nagyon, nagyon rossz érzés volt. Nagyon rossz volt megszokni azt, hogy én be vagyok oda zárva, ők ott vannak kint, és egy üvegfal van köztünk. Talán ez volt a legrosszabb az egészben. Most jelen pillanatban, ugye benne vagyok ebben a transzplanttól számított 100 napban, ami majd június elején fog lejárni. Utána kicsit szabadabban mozoghatok, meg élhetem az életemet, de addig még nagyon oda kell figyelni a dolgokra. De 2 hetente járok kontrollvizsgálatra, és minden kontrollvizsgálat az eredmények jók a kontrollvizsgálatokon. Például amikor kijöttem az első 2 hétben, még a szobámat sem nagyon hagyhattam el, de ugye a kontrollok után mindig átbeszéljük az orvossal, hogy mit lehet jobban, mit csináltok többet. Tehát hála Istennek azért most már egyre több mindent csináltok. Hát tulajdonképpen nem csinálok sok mindent, de ugye már a orvos zöldet adott arra, hogy tudjak menni kicsit edzeni, teniszezni, úgyhogy próbálok minél többet mozogni, elmenni, sétálni. Tehát próbálom már kicsit felépíteni magam a következő szezonra. Amikor benn voltam a kórházban, akkor volt talán ugye a legnehezebb az időszak a betegségemben, és akkor azért sokszor átfutott a fejembe, hogy jövőre egyáltalán vissza fogok-e térni, a testem egyáltalán készen lesz rá. De most mióta kijöttem, tényleg úgy érzem, hogy egyre jobb erőben vagyok, talán jobb erőben is kerültek, mint amiben voltam. Tehát teljesen egy új szemlélettel, új fizikummal akarok majd jövőre a csapat rendelkezésre állni. Ricsi, az a helyzet, hogy kértünk egy interjút tőled, viszont egy meglepetéssel is készültünk neked. Úgyhogy szeretnénk megkérni arra, hogy menjünk ki a ház elé, hogyha lehet. Okay. Vezess kérlek minket. Meglepetést. Sokat áld majd a győztes meccset a galambom, hajrá Fradi, hajrá Fradi, hajrá fiúk, csak tovább. Sűvít, a labda, hálóba, harva, hajrá, hajrá, FTC! Nagyon meghatottam, és tényleg köszönöm szépen, és
És tényleg az a Fradi család, ami így összefog minket a gyerekkorom óta, most ez mindjárt elsírom magam, és tényleg nagyon szépen köszönöm, és ez nagyon nagy erőt fog adni, hogy ott lehessek augusztustól a jégen, és azon is leszek, és remélem minél több örömet fogunk tudni okozni nektek jövőre, és ezt átom adni a srácoknak is, és reméljük tovább fogunk menetelni jövőre a rájátszásba, és köszönjük, köszönöm szépen! Hardy Richard előző szezonbeli hivatalos meccsmeze ott volt a csapat minden mérkőzésén az idényben, megjárta az A-csoportos világbajnokságot is Dániában, most pedig végül eljutott jogos tulajdonosához, akinek azt kívánjuk, az ősztől már a jégen hordja a csapattársakkal mérkőzés közben a nevével ellátott dresszt. Szevasz, Rolikám! Mit csinálsz? Szevasz, tesó! Nem akarok lemaradni semmiről.